Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a Nyíregyháza Spartacus 2 egy rutinos edző Huszák Géza irányításával. A szakembernek nem volt könnyű dolga a keret összeállításakor, 12-13 játékossal kezdték el a felkészülést, hozzájuk csatlakoztak a meccsekre az ifjúsági csapattól felkerülő, illetve a felnőtt keretből lekerülő futballisták. Ehhez képest egy nagy eset elleni 4-2-es sikerrel indított a kis Spari, majd a folytatásban is sorra jöttek a győzelmek. Így hét fordulót követő a második helyezett Mándokot 6 ponttal megelőzve 100%-os teljesítménnyel vezetik a tabellát a nyíregyházi fiatalok. Dicséret illeti a nyíregyházi utánpótlásba dolgozókat. Van 6-7 2003-as játékosunk, sőt 2004-es születésű is, ő játszik folyamatosan a Nagy Gergő, de van 6-7 2003-asunk, és sőt ugye hát még a első csapatnál is ugye a Herzko Alex, a Szabó Balázs, ők fent vannak, Szabó Bálint, bocsánat, fent vannak az első csapatnál. Erdei Martin, tehát ő most éppen sérül, de ő is 2003-as. Tehát van egy mag, elkezdtünk dolgozni a stábbal, köszönet a edző kollégáknak is, mert nagyon jó munkát végeznek, és hát én azt mondom, hogy kialakult egy jó csapategység, másik pedig az, ami elvileg normálisnak kéne lenni a labdarúgásban, hogy ahogy mennek az évek, ugye, akinek van annyi tehetsége, és a tehetség mellett még van annyi akaratereje, meg plusz még olyan emberi tulajdonságai, amiből kijöhet valami jó futballista. Tehát ezt a kort élik a mi fiataljaink. Mint a vezetőedző elmondta, ahogyan az várható volt, a Spari 2 ellen rendre plusz motivációval lépnek pályára az ellenfelek. Erre számíthatnak Gyulaházán is, ahol szombaton játszik a lista vezető. A tapasztalatom az eddig, hogy amit láttam az ellenfeleinkből, mikor velünk kerültek szembe, sokkal jobb teljesítmény nyújtottak. Gyulaházát is láttam. Egy sok futszálos, tehát futball tudó játékosaik vannak, illetve van egy nagyon magas emberük, egy Sós nevezető, aki közel 2 méter, az ő fejére ívelgetik a labdákat. Egy nagyon nehéz mérkőzésre számítok, egy nagyon lelkes olyan csapat, aki bárkit meg tud verni, vannak meglepő vereségei, de egy Balkányt megvertek 3-1-re Balkányba, most is tudtak nyerni idegenbe, tehát nem kiszámíthatóak, rutinos játékosaik is vannak, ugye a Kozma Dodi, tehát akik volt játékosom is. Nehéz meccsre számítok, én minden mérkőzésen azt mondom a srácainknak, a fiataljainknak, hogy tegyenek meg mindent. Ha az arra lesz elég, hogy egy góllal nyerünk, akkor azt fogjuk mondani, ha lesz olyan csapat, aki jobb lesz tőlünk és meg fog verni, akkor gratulálni fogunk az ellenfélnek. A 8. forduló további párosítása következő, Máté Szalka Nagyecsed, Kemecse Nyírmegyes, Csengel Nyírbátor, Tarpa Nyírgyulaj, Mándok Nagyhalász, Balkány Vásárosnamény és Ibrány Újfehértó.